furcsa társasjátékot láthatunk a G20-as ülés kapcsán, hiszen mindenki abban érdekelt, hogy a saját devizáját gyengítse, de a többiek ne csináljanak semmit, ezért a font, a jen, az euró vagy éppen a dollár mögötti politikai hatalmak, erők továbbra is vitatkoznak, és továbbra is nyomás alatt tartják a globális tőzsdéket a különböző hírek vagy éppen érdekességek tekintetében. Így lesz ez a mai napon is, ahol majd figyelünk a G20-as záróközleményre, de érdemben ettől megváltást nem várunk a piacon. A gyors jelentések, válti beszámolók tekintetében figyeljünk oda, hogy vegyes eredmények jöttek ki tegnap késő este a zárás után, de azért összességében vannak optimizmusra okot adó jelek, ezért a ma délelőtti számok, például a General Electric-től vagy a McDonald's-tól szintén fűthetik az emelkedést az amerikai tőzsdéken, ahol fontos szinteken vagyunk, hiszen az S&P 500-as index tegnap az 50 napos mozgó átlaga alá került, és ez technikailag is nagyon érdekes szint. Innen egy visszapattanást várunk, amit a vállalati beszámolók, vagy éppen a kellemes bejelentések is fűthetnek a mai napon.